A Miskolci Szakképzési Centrum Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum Honvéd Kadét programban résztvevő diákjai április végén a Petőfi laktanyában jártak, ahol többek között megtekinthették a szurmai emlékszobát, valamint betekintést nyerhettek a laktanya mindennapjaiba. A látogatás első állomásaként Fenyvesi Zoltán alezredes, hadműveleti főnök tartott egy rövid tájékoztatót a Budapest helyőrség dandár működéséről, szervezeti felépítéséről, valamint sokrétű feladatrendszeréről a 9-es mezőkövesdi középiskolások részére. A diákok az előadás végén választ kaphattak felmerülő kérdéseikre. A prezentáció végeztével alakulatunk névadója, Vitéz Szurmai Sándor hagyatékáról nézhettek meg egy állandó kiállítást a laktanya falain belül. Az emlékszobában a hadvezér személyes használati tárgyaival, a róla készült festményekkel, fotókkal, illetve korabeli bútorokkal ismerkedhettek meg, emellett a csapatmúzeumban is látogatást tettek. Ezután a díszkerti séta következett, mely során megismerkedhettek a szoborparkkal, többek között Mária Terézia szobrával, vagy a katonazene napján koszorúzott Fricsai Richárd alezredes főzene igazgató mellszobrával is. Ezt követően a különleges díszelgő csoport látványos bemutatója következett a Petőfi laktanya alakuló terén. A díszzászló egy különleges díszelgő csoportja 2002 óta tart koreografált fegyveres alaki fogásokból és mozdulatokból álló bemutatót, mely során a katonák vaklőszerrel tüzelnek. A zenével kísért bemutató után Kosztel Róbert törzsőrmester vezetésével alaki foglalkozáson kaptak ízelítőt a katonák feladataiból. Az egység megteremtése érdekében sorakozó és egy helyben menetelés gyakorlása volt a fő feladat. A félórás gyakorlást követően a program katonai gépjárművek bemutatásával folytatódott. A diákok közelről vehették szemügyre a különböző szállító harcjárműveket, mint például a Rába H-14 terepjárót, vagy az Ural 4320-as személyszállítót, de a Mercedes-Benz G270-es számú könnyű terepjáróját is kipróbálhatták. A kadét programban szakkör jelleggel résztvevő diákok körletszemlén is részt vehettek, így a katonalét egy közelebbi aspektusát is megismerhették. A nap zárásaként mentős előadást tartott Fencsák Attila őrmester, aki egy általános egészségügyi tájékoztatás után a mentőautó műszeres felszereltségét mutatta be, többek között a légzést segítő vagy a gyógyszeradagoláshoz szükséges eszközöket. Ezen kívül számos vészhelyzeti szituációra hívta fel a figyelmet.